Jó reggelt, várkapitány úr! Adjál nekem lovat, fegyvert, páncélt, adjál mellém néhány katonát, és küldjél el a Dauphinhez. Ezt parancsolja neked az én uram, a mennyek királya. Mindnyájan azt tartják, hogy bolond vagyok, amíg nem beszéltek velem. Pedig Isten akarata, hogy teljesítsd a rám bízott parancsait. Nagy az ő kegyelme, és boldogságos Szent Katalin meg Szent Margit is közben jár majd az érdekedben. Ők minden áldott nap szólnak én hozzám. Ne félj, a mennyországba jutsz, és a neved örökképen marad, mint azért az emberi, aki elsőnek állt a segítségemre. Lothar Indiában mindig csak Jankának hívnak. Itt, Franciaországban Johanna vagyok. A katonák meg úgy beszélnek rólam, hogy a szűz. Hangokat szoktam hallani. Megparancsolják nekem, hogy mit tegyek. Ezek a hangok Istentől valók. Nem, nem, az egészen más. Nem mondhatom el neked. Nem szabad kérdezősködnöd a hangokról. Az a küldetésem, hogy koronáztam meg a Dauphint a rendszer székesegyházban, s hogy üzem ki az angolokat Franciaországból. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz lenne, ha velünk az Isten, és ha hajlandók vagyunk az ő kezébe letenni az életünket. Ők is csak emberek. Isten ugyanolyannak teremtette őket, mint bennünket. Nekik is megadta a maguk külön országát és a maguk anyanyelvét. És nem az ő akaratából történik, hogy eljönnek ide a mi hazánkba, és a mi nyelvünkön próbálnak beszélni. Nem arra kell gondolnod, hogy mivel tartozol a külvér urannak, hanem arra, hogy mivel tartozol az Istennek. Isten könyörületes lesz hozzájuk, és ha majd visszatérnek a hazájukba, az ő engedelmes gyermekeiként fognak viselkedni. Isten értük teremtette a hazájukat, és a hazájukért teremtette őket. Hallottam a fekete hercegről szóló történeteket. Attól a pillanattól fogva, hogy a mi országunk földjére tette a lábát, megszállta őt az ördög, és fekete sátán csinált belőle. Pedig odahaza, abban az országban, amit neki teremtett az Isten, mindig jó volt. Így van ez mindig. Ha én Angolországba mennék, az Isten akarata ellenére meg akarnám hódítani Angolországot, és megpróbálnék ott élni, meg a nyelvükön beszélni. Egyenes megszállna az ördög. Aztán öreg koromban eszkedve gondolhatnék vissza arra a sok-sok gonoszságra, amit elkövettem. Ezer hozzám hasonló megakadályozhatja őket. Tíz hozzám hasonló megállíthatja őket, ha velünk az Isten. Nem értesz meg, kapitány uram? Azért verik meg folyton a mi katonáinkat, mert pusztán az irhájuk megmentéséért harcolnak. És az a legegyszerűbb módja az irhánk megmentésének, ha elszaladunk. A francia lovagoknak pedig csak a pénzen, a váltságdíjakon jár az eszük. Számukra nem az a kérdés, hogy győznek-e, vagy ott maradnak holtan, hanem az, hogy fizetnek-e nekik, vagy sem. De majd én megtanítom őket harcolni Isten akaratáért, hogy teljesedjen be az ő akarata Franciaországban. Akkor aztán úgy megkérdezik majd szegény Boddemeret, mint egy birkanyájat. Meg fogod élni kapitány uram Pullival együtt azt a napot, amikor egyetlen egy angol katona sem lesz többé francia földön. És csak egy király uralkodik Magyarországunkban. De nem az angol hűvér úr, hanem Isten felkelt francia királya! Hol a Dauphin? Ugyan már kék szakán ne akarj bolondát tartani. Hol a Dauphin? Kedves kis Dauphin, azért küldtek engem, hogy elkergessem az angolokat Orlán alól és egész Franciaországból. S hogy királyá koronáztalak téged a Remszi székesegyházban, ahol Franciaország minden igaz királyát megkoronázták. Eminenciás uram! Uram, én csak egy szegény falusi lány vagyok. Téged pedig eláraszt a mindenható Isten dicsőségének minden áldása. De megérintenél azért a kezeddel? Megáldanál azért, uram? Veszedelem mindenütt van, csak a mennyországban nincs. Uram, micsoda erőt öntöttél belém, micsoda bátorságot. Csodálatos dolog lehet érseknek lenni. Hiába, Károly, szembe kell nézned a kötelezőt.
Isten kiszabott rád. Ha nem tudsz királlyá válni, akkor koldus lesz belőled. Másra nem vagy jó. No, hadd lássam, hogy őszott a trónszékeden. Olyan régóta várok már erre a pillanatra, hogy így láthassalak. Ne hadd magad bolondá tartani ezektől, akik itt körülötted lepzselnek. Az öltözék még nem pótolja az üres koponyát. Én ismerem a népet, az igazi népet, akiktől a kenyeredet kapod. És annyit mondhatok neked, hogy az ő szemükben addig senki emberfia nem lehet királya Franciaországnak, amíg a szentelt olajjal királyá nem kerik, és meg nem koronázzák a Remszi székesegyházban. És el kellene már egy új ruha is neked, Károly. Miért nem viseli gondodat rendesen a királyé? Van te benned jó tulajdonság is, Károly. Csak még nem elég király. Ha az angolok győznek, akkor a békét is ők diktálják, és akkor Isten legyen irgalma szegény Franciaországnak. Harcolnod kell, Károly, akár tetszik, akár nem. De előbb majd lelket öntök beléd. Két kézzel fogunk a bátorságunkat, Károly, és két kézzel kell imádkoznunk is érte. Ó, szegényként, te soha életedben nem imádkoztál. Előről kell kezdenem, hogy megtanítsalak rá. Szegény gyerek. A magad dolgának élni, az olyan, mint a magad testének élni. Kényedre, kedvedre mulatni. Vagyis a legrövidebb útja, hogy torkig lakjon az ember. Belebetegedjen az ember az egészbe. Mi lenne az én dolgom? Hogy segítsek odahaza anyámnak a ház körül. Mi lenne a tiéd? Hogy dédelgesd az ölebédet és cukorkát szopogassál. Galégokra való a tiéd élet! Nem a magunk dolgára vagyunk mi, hanem Istenének. Üzenetet hoztam neked az Istentől. Meg kell hallgatnod és szót kell fogadnod, még ha belehalsz is félelmedben. Hát mi van te most? Még annyi sem, mint az apám legutolsó juhászbojtára. A saját országod, Franciaország sem a tiéd törvényesen, amit meg nem koronáztak. Azért küldött engem Isten, hogy mondjam meg neked, térdelj le a koronázó templomban, és ajánlj fel neki a te királyságodat örök időkre. És várj belőled a legnagyobb király, mint az ő kulcsárja és számadója, az ő katonája és szolgája. Még a legkisebb röge is áldottá, és megszentelté válik majd Franciaországnak. A katonái Isten katonái lesznek. A pártütő nagyurak Isten ellen lázadnak majd, ha lázadnak. Az angolok pedig térden állva könyörögnek majd neked, hogy engedd őket haza békességben, a törvényes, jogos hazájukba. Hát Júdás akarsz lenni inkább? Gyenge és hitvány kis Júdás, aki elárul és cserben vagy engem, és ők is, aki küldött? Én merek! Isten nevében mernem kell! Mernem kell! Velem vagy-e vagy ellenem? Kitart velem és Istennel! Kitart velem Orleánért! Isten ellen nem tudják megvédeni. Isten nem adta
nekik azt a földet, amire azok az erődök épültek. Ők ellopták tőle. Isten nekünk adta. Majd beveszem én azt a két erődöt. Én Isten szolgálója vagyok. Az én kardom szent kard. A Szent Katalin templom oltára mögött találtam. Isten rejtette oda, hogy megtaláljam. Nem szabad csapkodnom vele. Bátorságában csordultig a szívem, nem pedig haraggal. Én majd vetetem őket, a katonáim pedig jönnek utána. Más nem tehetek, de ezt meg kell tennem. Nem akadályozhat meg ebben. Jó Dunoa, bárcsak még egyszer ott lehetnék az Orláni hídnál. Az volt az élet, az igazi élet, ott a hídnál. Miért gyűlöl engem annyira ez a sok lovag, udvaronc, egyházi előkelőség mind? Mit tettem én ellenük? Semmit sem kértem a magam számára, csak azt az egyet, hogy ne adóztassák meg a falumat, mert mi nem tudjuk viselni a háborús adókat. Szerencsét hoztam nekik, győzelmeket. Helyreigazítottam azt a sok butaságot, amit csináltak. Megkoronáztam Károlyt, igazi királyát tettem. És mind nekik jut most az a sok kitüntetés, adomány, amit osztogat. Miért nem szeretnek hát engem? Dunoa, nem nekem való ez a gonosz világ. Ha a Goddemeknek és a burgundiaiaknak nem sikerült elveszíteniük engem. Majd a franciáknak sikerült. Csak ezek az égi hangok tartják bennem a lelket. Már elcsüggettem volna nélkülük. Ezért kellett elbújnom a koronázás után, és itt imádkozni magamban, tudod? Ide figyelj, Jean. Mindig a harangszóból szólnak hozzám ezek a hangok. Nem amikor egyszerre kongatják valamennyit, mint ma. Ez csak olyan gilig galamb nagy harangzúgás. Hanem itt, ebben a szögletben, amikor az égből száll alá a harangszó, és sokáig visszhangzik az oszlopok közt, vagy kint a mezőn, amikor messziről jön, végig száll a békés szántóföldek fölött. Olyankor hallom én ezeket a hangokat. Hallgassak! Hallod? Isten lánya! Azt mondja, ahogy te szoktad mondani nekem. Félkor majd azt üti, bátran, tovább! Háromnegyedkor pedig azt mondja majd, veled vagyok! De amikor az órát üti, akkor a nagy harang is belegondul. Megmenti Isten az országodat! És ilyenkor szól hozzám Szent Margit és Szent Katalin, sőt, néha Szent Mihály is. És ők olyasmit beszélnek nekem, amit nem tudok soha megmondani.